Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban a szépség és az egészség kerül a középpontba. Ellátogatunk egy férfi hajvágásra, megtudhatjuk, hogy milyen vitaminokat érdemes ezekben az időkben szedni, és megnézzük, hogy mi is az a teljesítménydiagnosztika. Tartsanak velünk! Hajvágógéppel átmenetesen modern férfi frizura készíthető. Egyedül azonban ne álljunk neki, kérjük a fodrász segítségét. Most megmutatjuk, hogy egy fodrász hogyan készít el egy rövidre vágott frizurát. Egyszerű átmenetes hajat fogunk csinálni neki. Oldalt fogunk felnyírni, egy átmenet lesz benne. Tetejét összevágjuk, és ritkítani fogom, és utána majd átjönünk a szakára, ezután, miután ez megvan. Ugye elkezdem abban a mérettel, amit megbeszélek az illetővel, hogy milyen nagy legyen a haja, és akkor szépen fokozatosan felvágom neki, és utána csinálok bele egy átmenetet, amit majd egészen a kalaponig fog felvágni neki. Most volt egy nullás rész, és utána most ugye mindig egy nagyobb mérettel fogok egy átmenetet csinálni benne, és szépen fokozatosan mindig teszünk bele egy kicsi, mindig egy kicsivel nagyobb lesz a fönnmaradó rész, és egy szép átmenetet fogunk kapni. Meg kell nézni, hogy lehet, hogy a gép elhagyott egy részt, akkor azt újra leszedjük. Szóval jó, ha többször átmegyünk rajta egyenletesen, mert akkor biztos, hogy nem fog elhagyni, meg nem marad el a hajrész. Ilyen átmenetes hajat egyébként egy ilyen hajnyíró eszközzel, vagy hajvágó eszközzel javasolni lehet-e otthoni kipróbálásra? Hát ki lehet próbálni, csak elég nehéz, mert ugye két tükörből kell dolgozni, hogyha hátul akarja megcsinálni az ember. Így azért a fodrászoknak könnyen, mert ugye körbe tudja járni, meg előre is tudja látni profilból, de otthon csak annak ajánlom, aki merész, és hogy be tudja vállalni, mert vannak ügyesek, persze, akik meg tudják csinálni, de azért otthon azért két tükörből kell. Azért nézni kell, hogy hátul is milyen, közben tartani a kis tükröt. Szóval azt ajánlom, hogy fodrászhoz menjenek el az emberek, mert ez úgy nehéz. Megnézem, hogy hogyan van a hajszerkezet, megnézzük, és összevágom neki egy olyanra, hogy ne legyenek ilyen elálló hajak, meg hogy tényleg az egész egységben legyen, és utána fogom majd a ritkítást megcsinálni. Ez a ritkítólónak hívják, és ugye ez így a hajnak a tömegéből ki tud venni, hogyha nagyon sűrű egy vendégünk haja, akkor szépen egy csövet tudjuk tenni, hogyha ha belemegyünk olyan helyre, hogy túl nagy a tömeg. És ugye azért ilyen fogazott, mert az ott csak a tömeg, szóval nem teljesen kivágja minden rendes olló, hanem csak a tömegét fogja kivenni. Ilyenkor ugye leszoktam söpörni mindent, ami körülötte van haj, hogy jobban átlátható legyen, ne zavarjanak be a kis hajak, és utána még egyszer átnézem, hogy mit kell még csinálni rajta, és jobban átlátható. Hogyha netalántán maradt egy hosszabb haj szakasz, le tudom csípni. Szóval ezt azért szoktam itt a végén. Meg volt a haj, és azt kérte a vendégem, hogy ugye van neki szakál, de nem igazán szereti, szóval most szedjem le neki teljesen. És csak ezt úgy tudom, hogyha leveszem a maszkot, szóval ezt maszkba elég nehéz lenne. Max csinálok neki egy ilyen maszk szakálat. Szóval most levesztjük a maszkot róla, és most leszedjük neki teljesen a szakát és a bajszát, és
és utána pedig, ahol leborotváltok, ott majd kap egy kis gélt. Ez olyan wax, szóval nem lesz tőle zsíros, szóval nem zsírosodik tőle a haj, és tényleg ez nagyon jó fixálja is, hosszú idő tartom, nem úgy van, hogy ezt fölkenjük, és akkor felvesz egy sapkát, és utána szétmegy, hanem ugyanúgy fogja tartani a haját, és nem kell belőle sok, szóval nem kell az, hogy egy hétig rajta legyen, ugye beálljon, hanem csak egy ilyen kis újnyi, és akkor az, ha megvan, akkor általában szétdőzsük a tenyerünkön, és egy kicsit így rákényük a hajra. A helyes táplálkozás és a vitaminok hozzájárulnak egészségünk megőrzéséhez. A következő percekben a stúdióban vendégem Suplicné Tóth Mária fitoterapeuta, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet mindezt megtenni, megőrizni az egészségünket vitaminok segítségével. Köszöntelek a stúdióban! Hát egy nagyon összetett és mindig emlegetett téma a vitaminok, és ugye a helyes táplálkozás, azt nem lehet elégszer hangsúlyozni. Most, hogy a télből már egy kicsikét talán már mászunk kifele, mondjuk ez egy nagyon jó indulatú megfogalmazás, még van azért egy kis idő belőle, de hogy ilyenkor másképp kell a vitaminokra odafigyelni télen, és mondjuk a tavaszi időszakra máshogy kell felkészülni, vagy mi ennek a titka, mi az okosság? Majd beszéljünk egy kicsit a táplálkozásról is, de most főként elsőként indítsunk a vitaminokkal. Rendben van, szervusz Szilvia, köszöntöm a kedves nézőket. Igen, tehát akkor, amikor van egy évszakváltás, az mindig egy nagyon nehéz feladat a szervezet részéről. Tehát és most ugye télből megyünk át a tavaszba, ez két dolog miatt is nehéz, mert ugye télen lényegesen vitamin hiányosabb a szervezetünk, a táplálkozásunk lényegesen szegényesebb, tehát hagyatkozunk arra, hogy milyen szintű plusz vitamin bevitelt eszközöltünk a tél folyamán, és azon kívül, hogy a tavasz az mindig a megújulás időszaka, nem csak a természet újul meg, a mi szervezetünk is a megújuláshoz, viszont mindig tartalék, erők, energiák kellenek, és emögött egy plusz vitamin szükséglet kellene, hogy legyen, ami úgy egyébként meg nincs, mert hogy nem tudjuk természetes módon pótolni, tehát ez az időszak mindenféleképpen a plusz vitamin pótlás időszaka. Egyébként most a magyarokra mi jellemző, vagy mondjuk akár fehérváriakra, mert azért ebben is van tapasztalatod, mennyire szedünk egyébként vitamint, és mennyire figyelünk oda erre? Egyébként most a saját példámból minden reggel fölkelek, beveszem a kis C-vitaminomat, D-vitaminomat, ezen kívül még van egy ilyen kis készítmény, amit szedek, amiben van kálciumtól elkezdve még pár dolog. Én ezeket így nagyjából szoktam szedni, és mondjuk nem biztos, hogy nem jó, hogyha nem állok le vele, majd ezt is beszéljük meg, hogy mennyi időnként kell szedni a vitaminokat, kell lesz szünetet tartani, ilyesmi. Tehát, hogy mondjuk én tudatosan szedem, meg sok ismerősöm, de például lehet, hogy valaki meg azt mondja, hogy hát én a táplálékkal be tudom vinni azt, ami nekem kell. Igen, most ezek a felhangok azért egy kicsit elcsitultak itt sajnos a pandémia kapcsán. Tehát azért most látjuk, hogy mennyire esendő és gyenge az ember. Tehát akkor, amikor jön egy ilyen hirtelen vett probléma, akkor csak oda nyúlunk a vitaminokhoz, még azok is oda nyúlnak, akik azt mondják, vagy azt mondták eddig, hogy nincs rá szükség, mert benne van minden a táplálkozásban. Hát ugye ez is azért nagyon kétoldalú, mert az az RDA, az a nomenklatúra, amelyeket te is látsz, hogyha megnézed magát a vitamin tablettádat, és oda van írva, hogy ez a vitamin mennyiség, hány százalék annak a bizonyos RDA meghatározásnak, akkor ezt már látjuk, hogy mindegyik már magasan fölötte van, azért, mert már elavult az RDA. Ez egy olyan meghatározott mennyiség, ami az élethez minimálisan szükséges vitamin mennyiséget tartalmazza, no de nekünk az élethez optimálisan szükséges vitamin mennyiség kell. És most ez a helyzet,
ez egy olyan helyzet, ami kifejezetten megkívánja a plusz vitaminbevitelt, és általában az emberek, hogy a kérdésedre utaljak, úgy, mint ahogy te a C-vitamint és a D-vitamint, azért az most már rögzült. És egyébként ennek megvan a pozitív hozadéka, mert lényegesen kisebb a megfázásos betegség. Jó, nyilván ez a maszkviselés, meg a fokozott higiénia javára is írható, de azért én azt mondom, hogy bizony ott van az is, hogy azok is szedik a vitamint, akik eddig nem szedték. Na most a C-vitamin meg a D-vitamin az jelen pillanatban egy folyamatos szedésű vitamin kell, hogy legyen ebben az időszakban, aztán majd nyilván a D-vitamint nyári időszakban kisebb mennyiségben, és nem véletlenül mondom azt, hogy nem kell így van, aha. Nem véletlenül azt mondom, hogy nem kell szedni, kisebb mennyiségben. Ugyanis a nap hatására, az UV-sugárzás hatására a bőr alatt a koleszterinből keletkezik nekünk némi D-vitamin. Egyébként zárójelben csak ugye a D-vitamint meg a K-vitamint elő tudjuk állítani. Egyébként semmi más vitamint nem vagyunk képesek előállítani. Na de amikor te kimész a napra, mi az első? Lekened magad napvédővel, mert különben jön a bőrrák. Most innentől kezdve már ki is lőttük azt, hogy strukturálódjon valami némi nemű D-vitamin a szervezetünkbe. Tehát mi következik ebből, hogy nyáron is szedni kell a D-vitamin, nyilván nem olyan dózisban, azt szoktam mondani, hogy fele. Tehát amikor amennyi egységet szed valaki a téli időszakban, annak a felét szedje nyári időszakban. Akkor most álljunk meg egy pillanatra, mennyi egységet kell szedni? Most jelen pillanatban az általános kép, hogy 4000 nemzetközi egység egy felnőttnek a napi D-vitamin szükséglete, és akkor ehhez képest ugye a nyári időszakban 2000. A pandémia előtt én 2000-et szoktam javasolni a téli időszakban, 1000-et a nyári időszakban. De ez most megduplázódott itt az immunhiányos problémáknál. Ez nagyon érdekes egyébként, mert szerintem a D-vitaminnal kapcsolatban úgy én azt mondom, hogy az elmúlt egy évtized során én már nagyon sok mindent hallottam, és amikor ez bejött, mert régen én szerintem talán nem is hallottunk arról, hogy D-vitamint kell szedni. Amikor ez bejött, akkor az elindult úgy, hogy 1000 nemzetközi egység, aztán utána voltak, akik már mondjuk nyugaton azt mondták orvosok, hogy hát annál sokkal többet kell, mi még azért ezt nem fogadtuk el, nem hittük el. Tudom, hogy amikor a patikába bementünk, és azt mondtuk, hogy ilyen mennyiségűt, olyan mennyiség, hát azt nem szabad, azt felejtsük el. Úgyhogy ahogy abból, amit most elmondtál, abból azt látom, hogy tényleg egyre nő. És túl tudjuk-e adagolni? Abszolút jól látod, én 1978-ban kezdtem a patikai működésemet, és annyira emlékszem rá, amikor én jártam a gyógyszerkiadói iskolába, Sopronba, ez egy nagyon-nagyon, tényleg egy nagyon komolyan vették, és ott annyira belénk súlykolták, hogy egy héten háromszor adagolható a D-vitamin, az 1000 nemzetközi egységes D-vitamin. Na, de hát a tudomány attól tudomány, hogy folyamatosan fejlődik, és folyamatosan megváltoztatja önmagát, és azért eljutottak odáig, hogy rájöttek, hogy egyáltalán a D-vitamin most biokémiailag nem is, szerkezetileg nem is vitamin csoportjába tartozik, ugye hormon, nagyon sok hormonnak az előanyaga, ilyen hormonszerű anyag, tehát már ez is megváltozott, tehát nagyon-nagyon sok minden megváltozott ez alatt a 20-30 év alatt, és ugyanígy az adagolása is megváltozott, szépen lassan követte a tudományos felismeréseket, de még mindig nagyon vitatott, még borzasztóan vitatott, van, aki még ott maradt 20-30 évvel ezelőtt, nagyon sok orvos egyébként, nagyon sok orvos pedig már a jövőbe jár, van olyan ismerősöm orvos, aki a cukorbetegséget kezeli a D-vitaminnal, de ilyen nagyon-nagyon, nyilván ellenőrzött keretek között ilyen 10-12 ezres egységekkel, úgyhogy, de egyébként, hogyha valaki megnézeti a D-vitamin szintjét, mert ez lehet, igaz, hogy nem támogatott, de ha kifizeti, meg lehet nézni a D-vitamin szintjét. 10 emberből 8 embernek még mindig alacsony a D-vitamin szintje, azzal együtt is, hogy már most egy kicsit a reflektorfénybe került a D-vitamin. Említettük a C-vitamint is, és vannak-e még olyan dolgok, amit lehetne szedni így pluszban, hogy támogassuk egy kicsit az egészségünket, és egy picit beszéljünk a táplálkozás helyességéről. Mi az, amit így rangsorba kell állítani? Jó. A C-vitamin, hát nyilván ugye azt azért mindig is evidenciába tartották az emberek, tehát tudják, hogy C-vitamint enni kell, mert nem tudjuk előállítani. Viszont a D-vitaminhoz kapcsolódva magnéziumot nagyon fontos hozzáfogyasztani. És most ugye a K-vitamin egy kicsit divatos is, meg össze is rakják már a termékfejlesztők a D-vitamint a K-vitaminnal, és arról nem szól a fáma, hogy magnézium bizony kell ahhoz, hogy a D-vitamin oda eljusson, ahova szánjuk.
A másik viszont a flavonoidok. A Szentgyörgyi Albert, aki kimondta azt, hogy flavonoidok nélkül nem szívódnak tökéletesen a vitaminok. Tehát nagyon fontos, a flavonoidok azok a gyümölcsöknek a piros színanyaga, meg a zöldségeknek a piros színanyaga. És most azért van jelentősége, és azt mondom, hogy csak kívülről bevitten tudjuk most ebben az időszakban ezt megtenni, mert amit te megveszel paradicsomot, az egy olyan paradicsom, ami, bocsánat, de egy műanyag, tehát én azt biztos, hogy nem preferálnám, hogy most ezzel. Viszont az aszalványokat, azokat nagyon jó előtérbe helyezni, úgy, mint régen. Hogy milyen gyümölcs volt télen? Azok a gyümölcsök voltak, amelyeket szépen ősszel megaszalt a háziasszony. Most ugye már mindent megcsinálnak helyettünk, jóléti társadalom, megvehetsz mindent. Ezeket kell inkább preferálni, mint azokat a déli gyümölcsöket, amelyek tele vannak mindenféle peszticiddel, fungiciddel, tehát a permetszerekkel, meg gombaölő szerekkel. És a táplálkozásunkban mi az, amire most nagy figyelmet kell fordítani? Mindenféleképpen most már el kell hagyni a zsíros ételeket. Ugye télen kívánta is az ember, mert ugye kell egy kicsit plusz növeszteni a hideg ellen. Most, hogy jön az évszakváltás, nagyon fontos, hogy ezektől megszabaduljunk. Tehát sok zöldséget kell fogyasztani. Ugye a zöldségek tele vannak ásványi anyaggal, és az ásványi anyag szintünk megint feltétele a vitamin szint emelkedésének. A mirelitek nagyon jók. Most már olyan a technológia, hogy nagyon gyorsan fogyasztanak, minden beltartalmi értéket meg tudnak tartani. Tehát nyugodtan meg lehet vásárolni azt a kelbimbót, azt a borsót, azt a répát mirelitbe, és azt párolni főzelékként, és a gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon sok főzeléket és párolt zöldséget adjanak ebben az időszakban különösen. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál és meséltél nekünk a vitaminokról, táplálkozásról, nagyon dióhéjban. Én azt gondolom, hogy még azért fogunk erről beszélgetni a tavasz közelettével is. Jó lenne egy picit újra felhívni ezekre a figyelmet, és hát a nézőknek pedig azt mondjuk, azt kívánjuk, illetve arra hívjuk fel a figyelmet, hogy ne feledkezzenek el a vitaminokról, a flavonoidokról és a helyes táplálkozásokról, sok zöldségről, gyümölcsről. Köszönöm szépen. Nem csak a versenysportolóknak érdemes állapotfelmérést készítetniük, a megalapozott tervezés mindenkinek segítségére lehet. A következő percekben Somos Zoltán kollégánk sport teljesítményét tesztelik a szakemberek. Annyit elárulhatunk, Zoli jól vizsgázott. Profiknál nem kérdés, de a szabadidős sportolóknál is alapvetés, hogy a kitűzött célt elérni csak megfelelő állapotban lehet. Ha egy hobbifutó a félmaraton tűzi ki maga elé, felkészülése elején biztosan rosszabb állapotban van, mint amikor aztán nekivág a távnak. Hogy milyenben és ennek függvényében hogyan érdemes felkészülnie, azt műszeres teljesítménydiagnosztikával is felmérheti, erre Fehérváron is van lehetőség. Ez a teljesítménydiagnosztika, én inkább úgy fogalmaznám, hogy egy állapotfelmérés a sportolóról. Jelenlegi állapotot mérjük fel, és erre rendkívül jól lehet alapozni a felkészülés során. A felmérés elején nyugalmi állapotban mérésekkel kapnak képet arról, hogy az alany egészségügyi állapota, értékei rendben vannak-e. Szív- és idegrendszeri méréseket is végeznek, a pulzus szabályossága is sokat árul el arról, szabad-e terhelni a sportolót. Megérkezik a sportoló, akkor ugye egy alapadatokat felveszünk. Ugye Zoli esetében is ugye nagyon fontos volt, hogy ugye egyrészt a mennyit sportolt az elmúlt időszakban, tehát ugye a jelenlegi állapotot mérjük fel, ez nagyon fontos, mert ugye, hogyha most mondjuk 2 órát edz, vagy mondjuk lesz egy x hónap múlva, amikor megint visszajön, és 10 órát edz, akkor ugye a jelenlegi állapota az már nem fogja, nyilván nem azt az értéket fogja mutatni, mint előtte. Akkor ugye alapadatokat felvettük, utána vannak ugye a nyugalmi mérések, ami például egy 5 perces HRV mérésnek hívjuk, akár lehet ez egy EKG is. Itt szimpatikus, paraszimpatikus, tehát idegrendszeri működéseket határozunk meg. Ez úgy kell elképzelni, hogy ez egy 5 perces mérés, és pulzus varianciából, tehát szívműködésből tudjuk meghatározni, vagyis hát ugye a program, és itt ugye a program kiszámolja nekünk, tehát a két ütések közötti eltelt időkből, tehát van a pulzusunknak a ritmusa, és ugye annak a szabályossága. Most, hogyha nyilván ugye valaki egy túlterhelt, vagy nem jó kipihent sportolónál el tudnak tolódni negatív irányba ezek a dolgok, és ezt ugye egyértelműen számokkal visszakapjuk.
már rögtön az 5 perces mérésnél. Hála Istennek a Zolinál ez nem így volt, ő egy teljesen jól terhelhető állapotban jött szerencsére, és ezt mind mutatták az eredményei is, hogy mind a vérnyomás értékek, mind a pulzus értékek ugye a terhelésnél, főleg ugye amit említettem, hogy ugye nála például az ő esetében ugye a pulzus megnyugvás is, ami nagyon jó volt, és azt lehetett látni végig a terhelésnél, hogy ugye már itt voltunk majdnem a maximum terhelésnél, és rögtön a pulzus megnyugvása az visszament tök szépen nyugalmi, majdnem nyugalmi értékre az egyperces pihenőidőkben. Én azt gondoltam, hogy az ki fogja mutatni, bár már a testzsír százalék mérés, meg az első néhány ilyen vizsgálat, hogy nagyon rossz állapotban vagyok, ami szerintem ugye az ünnepi időszak után mindenkinél természetes. Tehát most vagyunk azért ott, hogy kellene kezdeni visszanyerni az embernek a formáját a nagy zabálások után. És közben az időjárás meg olyan volt, hogy az se volt nagyon baráti, tehát mondom, aki szabadban szeret futni, ezért nem volt ideális, és hát én is ellustultam. Úgyhogy én arra számítottam, hogy majd itt tényleg így egy idő után egy kézjelekkel jelzem, hogy akkor köszönöm szépen, de ahhoz képest kellemes meglepetés volt. Nagyon érdekes, mert pont a futópadon arra gondoltam, hogy amikor még általános iskolás voltam, és annak is szerintem az alsó tagozatában, akkor még az Ady Endre utcában működött a sport, nem tudom, egészségügyi, vagy valami, vagy sportiroda, aztán városi sportiroda, és ott volt egy labor, és rendszeresen vittek minket ilyen teljesen független attól, sportolta az ember, vagy nem, tehát kisgyerekként, és ott volt utoljára, de ott kerékpározni kellett emlékeim szerint, úgyhogy úgy folyamatosan növelték az ellenállást. Szóval ilyen laboratóriumi körülmények között ott sportoltam utoljára. A futópad az lehetne persze benne az ember életében, de én nem szeretem igazából a futópadot. Szerintem az összes futó nagy része az tényleg a természetes futást szereti. A terhelés során folyamatosan növelik az intenzitást, és nézik erre, hogyan reagál a szervezet. 3 perces etapokat a futópadon 1 perces szünet követi. Ez alatt látható, mennyire képes a pulzus visszaállni a nyugalmi állapot közelébe. A másik, hobbi futóknál is fontos jellemző a laktátszint, amely megmutatja, milyen intenzitással lehet és érdemes edzeni. Itt például, hogyha csak a laktát eredményeket nézzük, a Zoli esetében ettől függetlenül, hogy ugye az óraszáma ugye az nem magas, és ő egy hobbi futó, rendelkezik állóképességgel, tehát tud zsírból dolgozni a futás során is. Nagyon sok sportolónál ez szokott inkább hiányozni, hogy ha kimegyünk bárhova, és látjuk a futókat, hogy ugye szedik, kapkodják a levegőt. Tehát, hogy már akkor ugye ez egy egyértelmű visszajelzés a szervezetről, hogy nem megfelelő edzésintenzitási zónában dolgoznak. Nyilván ez más, tehát hogyha most olyan edzés van, amikor nyilván tempófutás van, vagy akár kerékpár, vagy bármi, nyilván akkor ki kell lépni a komfortzónából. De hogyha valaki egy hobbi futó és lejön, és nem megfelelő például a légzése, kapkodja a levegőt, ez a legegyszerűbb, én mindig ezt szoktam mondani, akkor ha már a légzés felborul, akkor azzal ő nem fogja fejleszteni. Lehet, hogy utána jól érzi magát, mert ugye endorfin termel mondjuk a szervezet, és akkor utána boldog lesz meg, stb. Ő tett azért, hogy ő edzett, de nem tett azért, mert ő folyamatosan magas intenzitáson tolta, magas laktátszinttel, és ugye magas laktátszintet, hogyha nem megfelelő a pihenés, vagy hogyha nincs megfelelő táplálkozás, akkor a folyamatos magas laktátszint ugye a szervezetben az kóros folyamatokat indíthat el, illetve ugye az idegrendszeri működést is eltolhatja, és rögtön a sportoló már nem fog jól teljesíteni. A megfelelő edzésterhelést azt megfelelően el kell osztani. Tehát fejlődés az úgy lesz, hogy kell építkeznünk. Tehát egy megfelelő állóképességet kell építeni. Utána ugye van ez a sárga rész, ami 140 és 153 pulzus között. Őneki ez egy lendületesebb futás lesz. És ebbe a zónában is kell edzeni, illetve ugye itt vannak a tejsav küszöb értékek, amikor már megugrik úgy a tejsav a szervezetbe, hogy már nem tudja ugye feldolgozni a szervezet, és ezáltal ugye szétesik a mozgása, kapkodja a levegőt, megnő ugye az oxigén felvétel ezáltal, tehát hogy itt nem fog tudni zsírból dolgozni, nem az lesz ugye, hogy beszélget közben, és akkor
nézelődik, hanem arra fog koncentrálni, hogy túlélje ezt az egészet. Mint például itt az utolsó 3 percet. Hogy valaki a neki megfelelő laktátérték mellett végzi-e a sportolást, az a pulzusból kikövetkeztethető. A fejlődéshez, a teljesítmény intenzitásának és idejének kitolásához a diagnosztikát végző edző edzéstervet is tud készíteni bárkinek, aki igénybe veszi a szolgáltatást. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!